Kevés a buszjárat Pécsen, ez pedig a külső területeket sújtja a legjobban, mint Hird vagy Somogy, mondja a Keleti Városrész önkormányzati képviselője. Az önkormányzat nem állította vissza az őszi menetrendet szeptember 1-én, mint a korábbi években. A nyári pedig nem elég, mondja Berényi Zoltán. Csőstől úgymond mondanám, égnek a telefonok, hogy konkrét példákat említsek, délelőtti járatokban, például Hirden, a szövőgyárnál teszi ki a busz az utasokat, és a régi falu részbe egy 2 kilométeres egészségügyi sétával tudnának lejutni, de ugyanez igaz a 22 óra 45-ös járatra, ami szintén nem közlekedik le a régi falu részbe. De mondhatnám a Somogy-Bányatelepi kieső destinációt, ami szintén nehezen elérhető. A képviselő szerint sok probléma van a városban, amit nem old meg a baloldali városvezetés. A buszközlekedés azonban nem romolhat tovább, mert a munkába, iskolába járás teszi sokkal nehezebbé a pécsieknek. A busz az valóban egy nagyon égető probléma, és ezt fogjuk kezdeményezni. Én a 20. közgyűlésen is, a közgyűlés előtt írásbeli kérdéssel polgármester urat, hogy állítsák vissza a korábbi, úgymond normális, mindenki által eddig elfogadott menetrendet, mert ez tűrhetetlen, hogy egy kicsit összeeszkábált, megerősített nyári menetrend van érvényben. Az összefogás Pécsért szeretné a városban élők szavát is hallatni a közgyűlésben. Ezért aláírásra hívják a pécsieket az online térben. Egy elektronikus petíciót indítunk a mai naptól. Ennek a lényege az, hogy a normális menetrendet állítsa vissza a várost. Hát arra kérünk minden pécsi polgárt, hogy az elektronikus petíció a petíció.com-on írja alá, hogyha ő is úgy látja, hogy ez a buszközlekedés, ami ma van, ez nem biztosítja a mindennapi munkába járást, iskolába járást, az alapvető közlekedési feltételeket. Ez nagyon fontos, hogy írják alá minél többen, hogy majd kedden a képviselőtársam mögött egy komoly társadalmi bázist tudjunk felmutatni. Mint ismert, szeptember 20-án kedden tart Pécs közgyűlést. Itt hozhatják elő az ÖPE képviselői a helyi buszközlekedés ügyét, és tolmácsolhatják a városlakók véleményét az online petíció alapján.